Kisvárdája elleni meccs az nagyon jó sikerült, jó védekezéssel, mellette nagyon jó kapus teljesítménnyel játszottunk, támadásba szépen értékesítettünk a helyzeteket, nagyon jó csapatjáték volt a Kisvárdán, nagyon akartak a lányok ezt a meccset hozni, és sikerült is végül is. Nem a támadójátékról szólt a Kisvárda elleni mérkőzésünk, sokkal inkább a védekezésről és a kapus teljesítményről, azt gondolom ez mindkét oldalon jó volt, így nyugodt. Abban mehetünk a NEK elleni mérkőzésről, hogy tudtunk szerezni 4 pontot a mérkőzés előtt, és azért is megnyugodtunk, hiszen az idei szezonban sem maradt el a csapatnak a hullámvölgye, amikor nagyon lent voltunk, és most azt gondolom, hogy kicsit ki is tudtunk belőle jönni. Kicsit hosszú volt ez a 3 hét, készültünk a következő ellenfelbe, ez is rángadó lesz a NEK ellen. Én úgy gondolom, hogy lányok fejben rendben vannak, fel vannak a készülve a meccsre, hát is remélem, hogy sikerül megverni ezt a fiatal csapatot. Profi kézilabdát játszanak fiatalkorú játékosai ellenére is. Jó kapusuk van, gyors támadó játékot játszanak. Nekanak a túlélésre van, hogy bent maradásért küzdenek. Biztos vagyok benne, hogy nagyon menni fognak. Gyors fiatal csapatról van szó, akik nagyon küzdenek a pályára, már okoztak néhány bravúrt. Azt gondolom, hogy ők abból élnek, hogy futnak, és nagyon agresszívan védekeznek, úgyhogy mindenképp a védekezésünkön lesz a elsősorban a hangsúly. Illetve azt sem szabad elfelejteni, hogy az ittszerek kihasználásain is javítanunk kell, és ez a kettő fogja befolyásolni a mérkőzés végkimenetelét. Jó védekezés kell, természetesen mellette jó kopus teljesítmény, meg a támadásban értékesíteni a helyzeteket. Ugye nekik a bentmaradásuk fog múlni a mérkőzésen, viszont mi is szeretnénk azért itt középmezőnybe leragadni, úgyhogy mindkét csapat számára nagyon fontos ez a mérkőzés. Kíváncsian várom, hiszen lélektanilag is érdekes lesz.